Egyiptom. Egy különleges történelmi nyomozás díszlete. Azokat az ősi iratokat keressük, amelyek alátámasztják a világ legnagyobb vallását. A kereszténységet. A tét sok millió ember hite vallása szívében, a Bibliában. Hatalmas különbség van azok közt, akik a Bibliát teljesen Isten szavának tartják, és akik szerint kevésbé kell szó szerint vennünk a tanítását. Már 200 éve annak, hogy Jézus történetének hitelességét és az Új Szövetség megbízhatóságát először kétségbe vonták. Hogy megvédjék a Biblia hitelességét, a Biblia vadászok az egyiptomi kolostorokban keresték a világ legrégebbi bibliai kéziratait. Amit találtak, provokatív, meglepő változatai voltak az ősi és a modern bibliai szövegeknek. Annak a fenyegetésnek a lehetősége, hogy az evangéliumokban nem feltétlenül Isten szavait rögzítették, robbanásszerű meglepetésként érte az embereket. De mi van akkor, ha nem csak apró eltérések voltak a ma ismert Biblia és a felfedezett régi Bibliák között? Mi történik, ha teljesen ismeretlen szövegeket és evangéliumokat találnak? Olyanokat, melyek a kereszténység elveszett változatait írják le. Jeff Rose vagyok, régész és történész. Azt akarom felkutatni, mit találtak a Biblia vadászok, és hogyan hatott mindez a keresztény hit alapjaira. Ez itt Oxirnikusz elhagyott városa, Kairótól délre az egyiptomi sivatagban. A korai kereszténységnek ez a központja mágnesként vonzotta a 19. századi Biblia vadászokat. Két brit régész, Bernard Grenfell és Arthur Hunt 1897-ben idejöttek kutatni. A világ legrégebbi Bibliáját keresték. Ahogy ők mondták, Egyiptomban előbb-utóbb elő fog kerülni egy a második században keletkezett új testamentum. Egy ősrégi szemét dombon félmillió görög nyelvű papírusz töredéket találtak. Egyiken egy Jézusnak tulajdonított mondásokkal teli szenzációs szövegre leltek a második századból. Jézus azt mondja: Lelkem gyászolja az emberek fiait, mert szívük vak lett. Az Oxirinkuszban megtalált Jézus mondások közül voltak olyanok, melyeket ismertek már az evangéliumokból. De sok mondás teljesen ismeretlen volt a Biblia olvasók számára. Aki nem menekül el a világból, nem találja meg Isten országát. És aki nem tartja szombatnak a szombatot, nem látja meg az atyát. Ha ezek a jézusi mondások eredetiek, megkérdőjelezhetik a Biblia szövegének hitelességét. Az ájtatos keresztények azt hitték, a Biblia Isten megmásíthatatlan szavait tartalmazza. De most olyan mondásokat találtak, melyek soha nem szerepeltek az ismert Bibliában. Ahhoz, hogy igazán megértsük ennek a felfedezésnek a jelentőségét, vissza kell mennünk az időben. A kereszténység első századaiba, abba az időbe, amikor Jézust megfeszítették, időszámításunk szerint 33-ban. Nem sokkal a zsidó pászka ünnep előttre, amikor Jézus a radikális és vitatott zsidó tanító Jeruzsálembe jött. Jézus megérkezett Jeruzsálembe, és az érkezése hatalmas izgalmat okozott. Az üzenet világos volt, átalakulásra van szükség, küszöbön áll az új királyság. Ám egy héten belül tövestül tépték ki a mozgalmat. Nem volt megalázóbb módja egy ember kivégzésének, mint a keresztre feszítés. A
36 órával a keresztre feszítés után történt valami, amiért a tanítványai elhitték, hogy Jézus volt Isten messiása, Isten isteni megváltója, aki új korszakot fog hozni. Egyszer csak híre jön, hogy üres a sír, és hogy Jézus valahogy életben maradt, vagy újra él, akár testi értelemben is, és habár halottnak látták, ő diadalmaskodott a halálon. Jézus feltámadásának története a négy evangélium, Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma révén jutott el hozzánk, amiket több évtizeddel megfeszítése után írtak, amikor Jézus tanítványai már öregek voltak. Az evangéliumok lényegében akkor keletkeztek, amikor Jézus követői, az apostolok már a halál közelében voltak. És ezért úgy érezték, hogy Jézus szavait, tanítását és cselekedeteit fel kell jegyezni az utókor számára úgy, ahogy vannak. A négy evangélium a legfontosabb része a hivatalos új szövetségnek, a kanonizált Bibliának. Majdnem 2000 éven át monopóliumot élveztek a Jézus történet továbbadása szempontjából. Egészen addig, amíg 1897-ben felfedezték Jézus addig ismeretlen szavait. Európában hatalmas vihart kavartak az új bibliai szövegek. A tudósok és a hívek elkeseredett vitába kezdtek a Bibliával és a keresztény hittel kapcsolatban. A 19. században lázas vita folyt a vallásról. Ez volt az a dolog, ami mindenkit tűzbe hozott, mindenkit érintett, a lényét, a lelkét. A reformáció óta nem volt ilyen erőszakos vita a vallással kapcsolatban. Mikroszkóp alá került az új szövetség, de az ószövetség megbízhatósága is, amit az ókori zsidóság jóval Jézus megjelenése előtt írt. A vallástörténészek a kereszténység alapjait támadták, amikor a vallás legfontosabb szövegeit eredetiség, valódiság, megbízhatóság szempontjából vizsgálták. De miért Európában zajlott ez a vita a Biblia igazságáról? És a bibliavadászok miért Egyiptomba mentek? Mindez 100 évvel korábban kezdődött, amikor Franciaországnak nagyhatalmi ambíciói voltak a földközi tenger keleti medencéjében. Bonaparte Napóleon 1798-ban 40 ezer katonával érkezett ide. Napóleon seregével utazott a bibliavadászok előfutára, Vivan Denon földmérő is. Az ő rajzaiból ismerte meg a világ Egyiptom csodáit. Denon véletlenül elvetődött a Kairótól 360 mérföldnyire, délre lévő ókori denderai templomhoz. Assalamu alaikum. Welcome. Le volt nyűgözve. Ez az épület a maga tökéletes formájában olyannak tűnt számomra, mint a templomok legeredetibb őse. Dendera romjain az egyiptomiak óriásoknak látszottak előttem. Dendera tele volt titokzatos képekkel és hieroglifákkal, amiket Denon nem érthetett. Nem is sejtette, hogy korának egyik legmegdöbbentőbb felfedezését fogja tenni, ami egyértelműen megkérdőjelezi a Biblia szava hihetőségét. A főtemplom mélyén döbbenetes dolog várta. Egy szűk lépcső felvezetett az emeletre. Odafönt egy kicsi szoba volt. A mennyezeten pedig egy szenzáció. Az állatöv az égen. Körpályán ábrázolt állatok, amik a csillagok és bolygók egy konkrét együttállását ábrázolták. Denon lerajzolta az ábrát, hogy megmutathassa a francia tudósoknak. Annyira lenyűgözte őket a rajz, hogy a kincsvadászt megbízták, szerezze meg az ábrát a francia nemzet számára.
Amit itt látunk, nem az eredeti ábra. Azt némi lőpor segítségével lebontották és elvitték Franciaországba. Az állatövet ábrázoló mennyezet végül a Louvre-ba került, aminek Dönon lett az igazgatója, miután hazatért Franciaországba. Hamarosan dühös vitába keveredett az ábra korával kapcsolatban, amiben nagy szerepe volt a Biblia korával kapcsolatos kérdéseknek. A keresztények a 19. században úgy hitték, a világot Krisztus előtt 4004-ben teremtették. Ezt a konkrét dátumot az ír Asher püspök számolta ki a Bibliában található nemzetségtáblák időpontjainak akkurátus összeadogatásával. Ám ha az ábra régebbi, mint az időszámításunk előtti 4004-es év, az azt jelenti, hogy a Biblia téved. A francia tudósok megállapították, hogy annak az időnek megfelelően, amikor faragták, az ábra pontosan mutatja az éjszakai égboltot. A csillagászati számítások szerint pedig ez megelőzte az időszámításunk előtti 4004-es esztendőt. Ennek az építménynek a korát 15 000 évvel időszámításunk előttre tették, ami igen sokkal megelőzte a bibliai teremtés idejét. Rendkívül kényes téma volt ez a Bibliában hívő keresztényeknek, és hatalmas harcot okozott Franciaországban. A konzervatív katolikus egyház mindenáron azt akarta bebizonyítani, hogy az ábra jóval későbbi, a radikálisok és az ateisták pedig Krisztus előtt 15 000-re datálták a képet. Az állatövet ábrázoló asztrológiai mennyezet 20 évig tartó vitát provokált. Akkor lépett fel a zseniális francia tudós Jean-François Champollion. Champollion ránézett a dendreai mennyezetre, és felismert egy szót. Autokrátor. Ez görög és római titulus volt, úgyhogy Champollion azt mondta, a templom a római korból származik. Ő, Champollion, aki igazi radikális volt, védte meg végül az egyházat, és bizonyította, hogy ez egy késői építmény. A pápa annyira örült, hogy ki akarta nevezni kardinálisnak. Igazán szép gesztus, de Champollion nős volt és ateista. A Biblia megbízhatóságán esett csorba azonban már ott volt. A tudósokban felmerült a kétség a Bibliában található történetek igazságáról. A denderai templom kétségbe vont az Ószövetséget. Az a gondolat, hogy az Ószövetségre vonatkozó kétségeket átvihetjük az Új Szövetségre is, egy német tudóstól indult az 1830-as években, David Friedrich Strauss-tól. Amikor 1835-ben Strauss könyve, a Jézus élete megjelent, sokkolta a hívőket. Strauss azt állította, hogy az evangéliumok hitelessége két szempontból is megkérdőjelezhető. Először is tele vannak következetlenségekkel. A különböző evangéliumok különböző módon mesélik el Jézus életét. Másodszor tele vannak csodákkal. Ez az érvelés támasztotta alá Straussnak azt az állítását, hogy az evangéliumok sokkal későbbi szövegek és egy hosszú mítoszalkotó periódus végeredményei. Úgy gondolta, hogy az evangéliumok eseményei, melyek nem is látszanak történelmileg hitelesnek, mint például a csodák, a puszta legendák, nagy előszeretettel használta a mítosz kifejezést ezekkel kapcsolatban. A kereszténység védelmezőit megdöbbentette Strauss kritikája, és sokan, hogy bizonyítsák a Biblia történelmi pontosságát, elindultak, hogy megkeressék a legrégebbi bibliai kéziratokat. Az első a fiatal Lord Robert Curzon volt. Robert Curzon klasszika filológiát tanult Oxfordban. Curzon 1833-ban nagy utazásra indult Európában, majd átkelt a földközi tengeren és elment Egyiptomba, a hatalmas piramisokhoz. Senki nem tudja csodálat nélkül bámulni ezeket a hatalmas kőszörnyetegeket. Ám Curzon többet akart, mint pusztán bámulni az ókori Egyiptom csodáit. Curzont főleg az ősi, bibliai szövegek érdekelték. Úgy vélte, az a legjobb módszer a megőrzésükre, ha hazaviszi őket Angliába. Azt remélte, hogy a keresztény monostorok országában a világ legöregebb kéziratait találja meg.
Egyiptom kulcs szerepet játszott a korai kereszténység kialakulásában. Itt kezdődött a kolostori mozgalom. A remeték, akik elvonultak a sivatagba, hogy magányos életet éljenek, önellátó csoportokba tömörültek, ezek váltak az első kolostorokká. Curzon Kairótól nyugatra ment, egy szír monostorba, ami a 2000 éves egyiptomi kopt egyháztagja volt. Úgy hallotta, hogy a könyvtáruk rossz állapotban van, és minél több iratot akart megmenteni az utókor számára. Amikor Curzon a könyvtárba ért, hatalmas rendetlenséget talált, a kéziratok a padlón hevertek. Ahogy ő maga írta, egyfajta bibliai lovagnak érezte magát, akinek ki kell szabadítania a kéziratokat a tudatlan szerzetesek markából, akik sötét várbörtönükben tartják fogságban azokat. A monostor könyvtárosa, Bigul atya ismeri a káoszt, amivel Curzon találkozott. A monostor akkor rendkívül rossz állapotban volt, és nem csak a monostor, hanem egész Egyiptom. Az embereknek nem volt pénzük élelemre, és a rossz állapotban lévő könyveket kemencébe vetették, mert nem volt fájuk. Curzon több tucat ritka keresztény könyvet vett meg a szerzetesektől, köztük egy nagyon értékes 9. századi evangélium töredéket. A szövegek ma a British Museum könyvtárában vannak, több mint 2000 mérföldre attól a helytől, ahol találták őket. Maga mit gondol erről? Azt hiszem, Curzon úgy gondolta, hogy megmenti a gyűjteményt. Lehet, hogyha itt maradtak volna a kolostorban, elégették volna őket. Úgyhogy örülök neki, hogy még léteznek. Akár itt, az Elsoriánban, akár a brit könyvtárban. Curzon kéziratai közt volt egy meglepetés. Olyan keresztény szöveg, amit még senki sem látott. A Péter és Pál cselekedetei. Bár ők az új szövetség legfontosabb szereplői közé tartoztak, a Péter és Pál cselekedetei nem került bele a Bibliába. A Péter és Pál cselekedeteiben Péter és Pál testvérekként vannak Rómában, ami igen furcsa. A két figura összehozása alapvetően fontos volt az egyház egysége szempontjából. Felmerült a kérdés, miért nem került be ez a fontos keresztény szöveg a kanonizált Bibliába, és vajon hány olyan irat vár még felfedezésre, ami szintén kimaradt belőle? A Biblia vadászat most a sohagi fehér monostorra koncentrált. A monostor a 4. és a 7. század között élte fénykorát, amikor Egyiptomban a kereszténység volt az uralkodó vallás. Itt találkozom Senúda atyával, az itt élő szerzetessel, aki ablakot nyit számunkra a múltra. A kolostori élet itt kezdődött Egyiptomban, innen terjedt el a világon. Igen, lehet látni a régi meg az új felső részt. Senúda atya elvisz a monostor fölött lévő régi barlangba, amit több ezer évvel ezelőtt vájtak a sziklába. Ez itt Szent Márk, aki a kereszténységről beszélt, amikor idejött. Ez hihetetlen. Ez a barlang akkor lett a keresztény szertartások központja, amikor a kereszténység államvallás lett Rómában a 4. században. Ezt az egészet kézzel, kézi szerszámokkal faragták bele a sziklába. Igen, igen. Ez a barlang nagyon fontos az egyiptomi keresztények számára. Egyiptom tele volt szerzetesekkel, kolostorokkal. Alexandriától Asszuánig hallatszott a templomok harangjának kongása. Ez 1000 kilométert jelent. A kereszténység az egész országban elterjedt. Érdekes dolog, hogy ezt a barlangot még a fáraók idejében kezdték építeni, nem? Igen, és a mai napig használatban van. Amikor a fáraók kora lejárt, a keresztények fejezték be ezt a nagyszerű és okos munkát. Mi a fáraók utódai vagyunk, mi vagyunk az ország eredeti lakói.
Lord Curzon a 19. században eljutott a barlang alatti völgyben lévő fehér monostorba, de ott semmilyen jelentős keresztény iratot nem talált. Emil Amelino, francia egyiptológus és csapata nem adta fel a bibliai kincsek keresését. Igen. Nézzék ezeket a hieroglifákat. Olyan, mint minden kopt keresztény épület, az ősi fáraó korának romjaiból épült. Az egyiptológusok, amikor a helyszínen jártak, eljutottak a monostor régi templomába. Itt ma is imádkoznak a kopt keresztények. Hatalmas könyvtárral büszkélkedhetett, amíg 1798-ban tűzvész áldozatává nem vált. A pergamenek nyomát követve az egyiptológusok tudták, hogy megmaradt itt néhány keresztény irat. Amelino 1885-ben felfedezett egy titkos kamrát. Benne sok kézirattal. Közöttük egy egészen különös iratot talált kopt nyelven, ami az egyiptomi keresztények nyelve. Az irat Bertalan apostol neve alatt szerepel, ám mégsem került bele a Bibliába. A Bertalan evangéliuma rendkívül érdekes dokumentum. Olyan kérdések vannak benne, amiket Bertalan állítólag a feltámadás után tett fel Jézusnak. Arról tett fel kérdéseket, hogy maga Jézus hogyan értelmezte a feltámadást, és sok kérdés vonatkozik a pokolba történő alászállásra is. A Bertalan evangéliuma egy újabb kora keresztény szöveg volt, ami nem került bele a Bibliába. Újabb kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy történt a Biblia összeállítása. Különösen Nagy-Britanniában maga a vallás is vitatott kérdés volt. A 19. század gondolkodása kezdett kinőni a romantikus mesevilágból, de a vallás a legfontosabb önmeghatározás volt. Minden egyetemista erről beszélt. Újságcikkek jelentek meg, az emberek könyveket égettek, zavargások voltak az utcán istentisztelet után. Ez a téma döntötte el, ki vagy a 19. századi Angliában. Ebben a heves vitában azoknak a keresztény szövegeknek a felfedezése, melyek nem kerültek bele a Bibliába, tovább gyengítették a keresztény vallást. Időzített bomba volt, ami aláásta a Bibliának azt a változatát, ami akkor a legtöbb ember otthonában megtalálható volt. A fehér monostorban tett felfedezések arra inspirálták a francia régészeket, hogy még több kéziratot keressenek Egyiptomban. ...1886-ban Urbain Borion francia tudós délre hajózott a Níluson. Tudott koptul olvasni, és a paleográfia, vagyis az ősi írás tudományának szakértője volt. A régi keresztény iratok után kutatva jutott el Akminba, a korábbi keresztény központba 300 mérföldre délre Kairótól. Kíváncsi vagyok az Akmimi temetőre, mert dacára annak, hogy az itt élők keresztények voltak, ugyanúgy temették el halottaikat, ahogy az mindig is szokás volt. Borion egy jelentésben számolt be arról, hogyan tárt fel egy keresztény sírt a városban. Valószínű, hogy itt nézett körül, a város fő temetőjében. Én is megnézem az egyik sírt. Itt olyan külföldiek koporsói vannak, akik a városban haltak meg. Borion, amikor Akmim sírjai között kutatott, nagy felfedezést tett. Egy keresztény szerzetes múmiája mellett talált egy 8. századi papiruszt egy 2. századbeli szöveggel.
Péter evangéliumát találta meg, egy újabb fontos szöveget, ami nem került be az Új Testamentumba. Péter evangéliuma a kereszténység legfontosabb pillanatához vezet minket, Jézus megfeszítéséhez és feltámadásához. Tulajdonképpen egyik evangélium sem számol be magáról a feltámadásról. Mire az asszonyok a sírhoz mentek, az már megtörtént. Csak egy angyal van ott, aki elmeséli, mi történt, a sír üres, Jézus elment. Péter evangéliumában vizuálissá tették az eseményt. Az angyalok kíséretében előlépő Jézust ábrázolja. Méghozzá látványos módon lépett elő, úgy, mint egy óriás, két másikkal az oldalán, a feje felér az égig, és mögötte jön a kereszt, és bejelenti Jézust, vagyis beszél. És egy hangot hallottak az égből, ami azt mondta, tanítottad azokat, kik alusznak? És a keresztből ez a válasz hangzott. Igen. Ez a történet fantasztikusabb, mint bármelyik beszámoló a feltámadásról, ami a mai Bibliákban megtalálható. A Péter evangéliumát 1891-ben adták ki, nem sokkal a felfedezése után. Ez volt az első olyan nem kanonizált evangélium, ami nyomtatásban megjelent. Az emberek egyre többet beszéltek olyan új, keresztény szövegekről, amiket addig nem lehetett látni. Gazdag keresztény adományozók az új felfedezések hatására, energiájukat és pénzüket nem kímélve, 1882-ben létrehozták a Brit Egyiptom Kutató Alapot. A Brit Egyiptom Kutató Alapítványt direkt azzal a céllal hozták létre, hogy bizonyítsa a Biblia igazságát. Olyan bizonyítékokat kerestek, amelyek igazolják a Bibliába vetett hitet. A bibliai régészetet azért alapították, hogy azt mondhassák, nézzétek, a valóság igazolja ezt a hitet. Minden erővel ilyen bizonyítékokat akartak találni. Már csak egy vezetőre volt szükségük. A régészet egy új csillagát kérték fel, William Flinders Petrie-t. Egy brit elektromérnök fiaként született, de már kamaszkorában is ősi helyszíneket tanulmányozott. Gyakran tekintik Flinders Petrie-t az egyiptomi régészet megalapítójának, és ma is az első komoly régészként tartják számon. Meg is érdemli ezt a megbecsülést, bár nem ez volt munkássága igazi fundamentuma. Ugyanis Flinders Petrie ugyanakkor igazi keresztény volt, aki meg akarta találni a keresztény és zsidó vallás gyökereit a területen. Petrie-t végül Amarnába vezette a kutatás, ami Egyiptom fővárosa volt az időszámításunk előtti 14. században. Amarnában uralkodott Echnaton fáraó és felesége Nofertiti. Innen nézve lenyűgözőbb, mint onnan lentről. Ez jelzi a város szélét. Bal oldalon Nofertiti, jobb oldalon pedig Echnaton szobra. Ez a hatalmas város egykor mérföldekre nyúlt. Néhány részlete még ma is látható. ...1891-ben Petrie engedélyt kapott, hogy ásatásokat végezzen a királyi palotákban. Itt tette rendkívüli felfedezését. Miközben a királyi palota könyvtárában végezte az ásatásokat, ősi agyaktáblákat talált, melyeken külföldi uralkodókkal folytatott diplomáciai levelezés volt olvasható. Ezek az úgynevezett amarnai levelek. Az amarnai levelekben szó esett egy törzsről, a hábirukról. A hábiru szó hasonlított kiejtésben a héber szóra, ahogy néha a bibliai izraelitákat nevezik. Petrie úgy vélte, megtalálta a bizonyítékot, ami alátámasztja a bibliai történetet a zsidó nép kivonulásáról. Hogyan fogadták Petrie felfedezését Angliában?
kitörő lelkesedéssel, a Biblia pontosságának bizonyítéka, amit úgy tűnt, a telelamarnai levelek képviseltek, tökéletesen beleillettek azoknak a világnézetébe, akik az Ószövetséget szó szerint hitelesnek hitték. Nagy-Britanniában így ünnepelték az amarnai leveleket. Eddig ez volt a legnagyobb erőfeszítés, hogy megállítsák az Ószövetség bírálat előre nyomuló dagáját. Az amarnai leleteken felbuzdulva az Egyiptom Kutató Alapítvány elhatározta, hogy olyan bibliai szövegeket keres, amelyek az Új Testamentumot támasztják alá. Ahogy ők mondták, előbb vagy utóbb elő kell kerülnie Egyiptomban egy második századi új szövetségnek. Flinders Petrie elvitte a csapatát egy területre, a Fayumi oázistól délre, ahol korábban kutatott egy rövid ideig. A korai kereszténység egykori egyiptomi központjába, Oxyrhynchus elhagyott városába. Oxyrhynchus ismert volt a görög-római korban, a régió fővárosa volt, igen jelentősen. Itt volt a legtöbb keresztény templom Egyiptomban, több, mint bármelyik más városban. Az alapítvány, hogy keresztény kéziratokat keressen, két fiatal régészt küldött Oxyrhynchusba, Bernard Krenfeldt és Arthur Huntot. Dr. Dirk Obing ennek az expedíciónak a szakértője. Tökéletesen együttműködtek. Hunt csendes és megfontolt volt. Grenfell pedig heves és társaságkedvelő. De mindig összhangban dolgoztak. És felfedezték azt az alapelvet, hogy két szem többet ér, mint egy. Grenfell és Hunt felbéreltek 100 embert és elkezdtek ásni. A régészek több mint egy évszázaddal később ma is végeznek itt ásatásokat, ugyanazokkal a módszerekkel, mint a 19. században. Ma már van mindenféle új szerszám, meg készülék. Vannak olyan emberek, akik műholdas felvételek alapján fedeznek fel ásatási helyszíneket az űrből, de végső soron ma is el kell távolítani a földet meg a homokot. Azt mondják, ez az a törmelékkupac, ami az 1890-es évekből Petrie ásatásaiból maradt itt. Egy nemrég felfedezett görög épület fölött áll, ezért el kell távolítani. Felemelő érzés Petrie régi törmelékkupacában ásni. Egy régésznek ez izgalmas. Grenfell és Hunt eleinte nem találtak semmi jelentőset, mindaddig, amíg egy furcsán egyenetlen területen nem kezdtek ásni, a sivatag egy közeli területén. Oda mentek, ahol a 10 méter magasságot is elérő szemétkupacok voltak. Mint azok ott. Nem homokdűnék, hanem régi szeméttelepek. Lehet látni a vízszintes rétegeket benne, amiket úgy hívnak szábák. Ez egy arab szó, régi szemetet jelent. Grenfell és Hunt kiadta az utasítást a munkásoknak, hogy ássanak. Perceken belül papírushegyek kerültek elő a földből. Garmadával kerültek elő a papíruszok. Azt írták, mint az áradat jöttek elő a kupacokból. 50 fős csoportokba osztották a helyi munkásokat, hogy ássanak, bontsák le a halmokat, vigyék arrébb 15 méterrel, és menet közben minden papírusz töredéket szedjenek ki. Az oxyrhynchuszi ásatás éveken átontotta a kincseket. Ez volt a régészet történetének egyik legtermékenyebb szemétdombja. Az ásatáson jóval több mint 50 ezer görög nyelvű kézirat került elő, a legtöbb persze töredékes állapotban. Voltak köztük adójelentések, színdarabok és vallási iratok. Átvizsgálták a homokot, és csak a papírusz töredékeket vették ki belőle. Bádogládákba rakták őket, és százasával elküldték Oxfordba vizsgálatra. A legfontosabb papíruszt az ásatás elején találták, egy szenzációs bibliai kéziratot. Ebben Jézusnak tulajdonított mondások voltak. Jézus mondta, álltam a világ központjában, és minden embert részegen találtam. Lelkem megtelt gyásszal az emberek fiai miatt, mert vak volt a szívük.
Ez volt minden régészek álma. Görög papíruszok Jézus mondásaival. Volt köztük ismert a Biblia olvasóknak, de négy mondás eddig nem volt benne a Bibliában, és soha nem látták addig a napig. A szöveget a második század végére datálták. Jézus új mondásai szenzációt keltettek Nagy-Britanniában. Ahogy az egyik író megjegyezte, annak a lehetősége, hogy felfedezik Jézus elfelejtett mondásait, még az utca emberének képzeletét is foglalkoztatta. A hatalmas mennyiségű anyagból, amit Oxyrhynchusban találtak, ezt a töredéket elnevezték az egyes számú papírusznak. A brit sajtó extatikus állapotba került. Karnyújtásnyira van előttünk néhány sor Jézus lejegyzett mondásaiból, ami közelebb visz minket az ő életéhez, mint bármelyik másik kézirat, amit ma ismerünk. Csak hogy a felfedezés aggodalommal töltötte el a Biblia szövegének védelmezőit. Hogyan fognak hatni a hívőkre ezek az új mondások, amik nem szerepelnek a Bibliában? Ha ezek a szövegek nem szerepeltek a kanonizált evangéliumokban, akkor minek tekintjük őket? Lehetséges lenne, hogy az evangéliumok nem tartalmazzák Jézus minden tanítását? Ez megint veszélyes terep volt a Bibliában hívő keresztények számára. Az egész vallásos világot felbolygatta a mi urunk állítólagos mondásainak kiadása. Oxyrhynchus felfedezése után a korai keresztény kéziratok keresése óriási szenvedéllyel folytatódott. Olyan hatalmas volt a kereslet, hogy hasonló papíruszokat árultak piacokon a kairói kereskedők. Majdnem 60 éven át semmi nem volt annyira vitatott, mint Jézus mondásai. A két világháború és a világválság visszavetette a Biblia vadászüzletet. Még sor nem került 1946-ban egy döbbenetes felfedezésre. Abban az évben egy egyiptomi kereskedő elment a kairói Kopt Múzeumba. Több ősi kéziratot akart eladni, többségük a 4. században keletkezett. Ezek egy nagyobb kódex gyűjtemény részei voltak, amit valahol Felső Egyiptomban találtak, Nag Hammadinál. Ezek a kéziratok a következő évtizedekben a tudományos figyelem és vita középpontjában álltak. A Nag Hammadi kódexek felfedezése 1945-ben forradalmasította a korai kereszténység megértését. Csodálatos gyűjtemény volt, olyan szövegekkel, melyeket addig nem ismertek. Kopt írással voltak lejegyezve, egyiptomi nyelven, de görög betűkkel és eredeti görög szövegek fordításai voltak. Az egyik dokumentum címe Tamás evangéliuma volt. Jézus egyik tanítványa írta. Újabb rejtély várt megfejtésre. A Tamás evangéliumában a tudósok 114 Jézus mondást találtak, köztük azt a 8-at is, amit 60 évvel korábban megtaláltak Oxyrhynchusban. Úgy tűnt, megtalálták a Jézus mondásai című irat szerzőjét, Tamást. A Tamás evangéliuma a következő mondattal kezdődik. Ezek azok a titkos szavak, amiket az élő Jézus mondott, és Júdás Tamás jegyezte le őket. Ez a könyv a kereszténység alternatív változatát jelentette. De honnan származik a szöveg? Újabb 30 év kellett, amíg a teljes történet megjelent. A tudósok a 40-es évek végétől kutatták azt a helyet, ahol a kéziratok majdnem 2000 éven keresztül rejtőztek. Mégiscsak az 1970-es években történt meg az áttörés, amikor egy amerikai vallástörténész, James Robinson a helyszínre ért. Feltérképezte Nag Hammadi környékét. Felső Egyiptom e területe rivális törzsek közti ellentétekről ismert. Robinson már több éve kereste a kéziratokat, eljutott a Falkibli nevű faluba. Itt megismerkedett egy pappal, aki beszélt neki egy helyi parasztról, Muhammad Aliról.
Muhammad Ali beszámolója vezette a kutatókat a Nílus völgyének széléhez, azokhoz a sziklákhoz, amik elválasztják a sivatagot a termékeny földtől, és itt kezdődött a történet. Muhammad Ali és a testvérei trágyát gyűjtöttek, amikor döbbenetes felfedezést tettek. Az egyik szikla alatt találtak egy lepecsételt agyakkorsót. A többiek nem akartak hozzányúlni, mert attól féltek, hogy egy dzsin van benne. De Muhammadet jobban érdekelte a pénz, úgyhogy fogott egy követ, összetörte az edényt, és képzelhetik a meglepetést, amikor meglátta, mi van benne. Azokat a kéziratokat találta meg benne, melyek aztán a 13 Naghammadi kódex néven lettek híresek. Muhammad hazavitte a kódexeket, ám ő és a családja összetűzésben voltak a helyi rendőrséggel, és attól tartott, hogy elkobozzák tőle az értékes leletet. Úgy döntött, hogy egy helybeli szerzetesnél helyezi el az íratokat, mert ő volt az egyetlen személy, akinél nem tartottak házkutatást. Így kerültek a kódexek az egyik házból a másik házba, meg a harmadik házba, és a végén Kairóba. Muhammad Ali beszámolója fette fel a titkot, hogyan kerültek a kódexek a Kopt Múzeumba. Az igazi rejtély azonban megoldatlan maradt. Az volt a kérdés, miért rejtette el valaki egy zárt agyakkorsóban a kódexeket a sivatag szélén? Lehet, hogy ezek a kódexek olyan értékesek voltak, hogy valaki meg akarta óvni őket? És ha igen, kik elől akarták megóvni őket? Hogy ezt kiderítsük, vissza kell menni a kereszténység korai évszázadaiba. A 4. század végén Athanasius Alexandria püspöke volt az egyház egyik leghatalmasabb embere. Úgy vélte, a keresztényeknek szükségük van egy rögzített kánonra, ami vezeti a hitüket, és úgy döntött, ki kell válogatni, mely szövegek kerüljenek be, és melyek ne. Ez volt az a korszak, amikor a kereszténység államvallás lett a Római Birodalomban, és amikor az első bibliák keletkeztek. Athanasius 367-ben levelet küldött minden egyiptomi templomba és kolostorba, amelyben rögzítette azt a 27 könyvet, amelyek a mai napig szerepelnek az Új Szövetségben. A levélnek az lett a következménye, hogy több olyan keresztény szöveg, ami még használatban volt, pusztulásra lett ítélve. Ennek klasszikus esete volt a Nag Hammadi kódexé, amit nagyjából akkor ástak el, amikor Athanasius ünnepi levele íródott. A papok és szerzetesek természetesen féltek, hogy mi lesz akkor, ha továbbra is használják ezeket a szövegeket, esetleg kiközösítik őket. Ezért rejtették el az iratokat a sivatagban, nem messze a kolostortól. De mi lehetett az a Naghammadi szövegekben, ami megharagította a püspököt? Tamás evangéliumában ezt mondja Jézus. Tüzet hoztam a földre, és íme addig őrzöm, amíg el nem hamvad. Itt van egy sor írás, amellyel megkülönböztetik önmagukat a kereszténység egyéb változataitól. Más szóval ez egyfajta elitista szemlélet. Jézus azt mondta, azoknak, akik méltók a titkaimra, elmondom a titkaimat. Ne tudja a bal kezetek, mit tesz a jobb. A másik ok, amiért ezek a szövegek sértők lehettek, az a pessimista világlátásuk. A Tamás evangélium egy részében Jézus úgy beszél a világról, mint hulláról. Mintha halott lenne, mert ez puszta anyag, ami önmagában rossz, és amiből ki kell szabadulni. Jézus azt mondta, aki megismerte a világot, egy hullát talált, és a világ nem méltó arra, aki a hullát megtalálta. A Nag Hammadi leletben található a Fülöp evangéliuma, ami kifejezetten botrányos. Azt sejteti, hogy Jézus közeli viszonyban állt Mária Magdolnával. És jobban szerette Mária Magdolnát, mint a többi tanítványt, és gyakran csókolt a szájon.
A Nag Hammadi kódexeket használók a gnosztikusok voltak, a kereszténység egyik elit csoportja, akik abban hittek, hogy a megváltás a titkos tudásban van. Gyakran használjuk a gnosztikus szót. A gnosis tudást jelent, ami ebben az esetben titkos tudást jelent, amit csak kevesekkel közölnek. Ez a gnosztikus szöveg lényege, amiről végig szó van a szövegben. Mi a különleges eszmék által vagyunk kiválasztottak, de egy gonosz világban élünk. Ám lehetőségünk van a megszabadulásra ebből a gonosz világból, mert ismerjük ezt a különleges tudást. Jézus azt mondta, ismerd meg, ami előtted van, és ami rejtve van előled, feltárul neked. Mert nincs olyan rejtett dolog, ami napvilágra ne kerülne. Ám ahogy az egyház megerősítette a hatalmát a római birodalomban, a gnosztikusokra egyre nagyobb nyomás nehezedett. Az ő intellektuális kereszténységük nem felelt meg a hivatalos egyházi doktrínának. Az 5. századra létrejött a Biblia rögzített változata. A gnoszticizmus vesztett a domináns ortodoxiával szemben, és ez az ortodoxia formálta a kereszténység jövőjét. Az egyik ok, amiért az ortodox kereszténység győzhetett, az a képessége volt, amiről azt mondhatjuk, tömegterméket csinált az üzenetből. Olyat, ami érthető, jelentőségteljes, nem misztikus, nem ezoterikus, vagyis emészthető. Ha az evolúciós elmélet szerint nézzük, a megerősödő ortodox kereszténység azért győzött, mert életképesebb volt, mint a kereszténység bármelyik másik változata. Az ortodox kereszténység általánosságban véve, ahogy önmagát meghatározta, győzött. Ezzel együtt a történelem szemétdombjára küldte a gnosztikus kereszténységet. Ezt gyakran rendkívüli erőszakkal követte el. Az az elf, hogy tartsd oda a másik orcádat is, nem jelenti azt, hogy ne égess meg mágián embereket. Az ortodox egyház nyomása alatt a gnosztikus szövegeket megsemmisítették vagy elrejtették. A gnosztikusok eszméit és az elveszett kereszténységet, mindazt, amit képviseltek, elnyomták. A Biblia vadászoknak köszönhetően azonban újra hallani a hangjukat. Ma már tudjuk, hogy a kezdetektől fogva nem csak egyféle kereszténység volt. Az 5. századig nem is létezett a kanonizált Biblia. Ma, 200 évvel azután, hogy Napóleon Egyiptom földjére tette a lábát, a mai Biblia vadászok tovább kutatják a kereszténység alapvető kérdéseire a választ. A sínai Szent Katalin kolostorban a szerzetesek és a tudósok folyamatosan kutatják a kolostor palimpszesztjeit, azokat a szövegeket, amiken a ma látható írás alatt egy régebbi rejtőzik. Multispektrumos képalkotást használunk, hogy megpróbáljuk láthatóvá tenni azokat a szövegeket, amiket 1000 vagy gyakran 1500 évvel ezelőtt radíroztak ki. Ez az eljárás azt jelenti, hogy többféle hullámhosszú fénnyel világítjuk meg a tárgyat, a palimpszeszt iratot, amin letörölt szöveg van, így olyan dolgok is előbukkannak, amiket az emberi szem egyébként nem érzékel. Ezeken a palimpszeszteken az úgynevezett keresztény, palesztinai arámi nyelvű szöveg található. Ez a nyelv a palesztinai keresztények nyelve volt körülbelül a 3. századtól a 8. századig. Halott nyelveket támasztunk fel, és azokat az embereket is, akik azon a nyelven beszéltek. Volt saját irodalmuk, filozófiájuk, művészetük, gondolataik, és olyan közösségekre voltak hatással, amik ma is léteznek. A spaklival folytatott Biblia vadászat is nap mint nap új kincseket tár fel. Egy lengyel régészcsoport 2005-ben Felső Egyiptom Elgurnái területén kutatott. Egy régi temetőben, amit a 6.-8. században használtak keresztény szerzetesek. A lengyel régészek megtalálták a szerzetesek néhány iratát, amit megőrzött a fölöttük lévő homok. Találtak egy 4. századi kódexet, melyben a Péter cselekedetei nevű irat található. Ez szintén nincs benne a Bibliában. A szöveg hasonló ahhoz a Péter és Pál cselekedetei nevű irathoz, amit 1838-ban talált meg a Biblia vadászok úttörője, Lord Curzon. A bibliai szövegek az elveszett evangéliumok újrafelfedezése, ami azért indult el, hogy bizonyítsa a Biblia érvényességét. De ez szinte az ellenkező hatást érte el.
Azok a különbségek, amik a régi, meg a mai bibliák és a radikális apokrif evangéliumok között vannak, nem bizonyították, hogy a Biblia Isten megmásíthatatlan szava lenne. Vajon azok után, amiket a Biblia vadászat 150 éve alatt megtudtunk, lehetséges még védelembe venni a Biblia történelmi hűségét? Igen is, meg nem is. Ha megelégszünk azzal, hogy azt mondjuk, a názáreti Jézus élt, és hogy az apostolok terjesztették a korai keresztény hitet, akkor igen. De ha valaki ahhoz ragaszkodik, hogy minden egyes esemény, amit leírtak, úgy történt, ahogy le van írva, mintha ez valami híradó felvétel lenne az eseményekről, akkor baj van. A szövegvariációk és a megtalált új evangéliumok sokkal árnyaltabb képet festenek a Bibliáról és annak keletkezés körüli idejéről, mint amilyen a mai Biblia. A kérdés, szerepet játszanak-e ezek a felfedezések abban, hogy sokan eltávolodtak a keresztény hittől. A nyugat-európai kereszténységben megfigyelhető a szekularizáció, az egyház befolyásának visszaszorítása. De ha az egész világot nézzük, ez nem feltétlenül igaz. Sokak számára az a sok, amit a különböző felfedezések okoztak, megmagyarázza ezt a jelenséget. A Biblia több mint 200 éven át a vigasz, az inspiráció és az útmutatás forrása volt. Segített az emberi civilizáció kialakításában. Óriási konfliktust és megosztottságot okozott. A Biblia vadászok felfedezései elindították a kereszténység szentírásának ellentmondásos újraértékelését, amit egyesek dicsérnek, mások átkoznak. Tény és való, hogy a Biblia igazsága utáni vadászat több kérdést vetett fel, mint ahányat megválaszolt. Nagyon nagy a tét és a vita, hogy a Biblia Isten szava-e.